Kedves nézőink, ahogy ígértem, folytatjuk az esküvő körbenjárását. A következő percekben a fotózásról beszélgetünk. Gál Tamás a vendégünk. Szia Tamás! Szia! Hát én úgy tudom, hogy a te naptárad is tele van már szinte 2019-re. Igaz. Ezek szerint nagyon korán le kell foglalni tulajdonképpen egy jó fotóst. Mit javasolsz a kedves jegyes pároknak? Mikor érdemes? Pontosan így van, ahogy mondod. Tehát egyre inkább tudatosak a párok, én azt veszem észre, és egyre jobban időben kezdenek el szervezkedni. Hát ugye a jobb szolgáltatók azok nyilván hamarabb elkelnek, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy egy évvel mondjuk az esküvő előtt már érdemes azért szétnézni, megkérdezni a kedvenc helyünket esetleg, amit kiválasztottunk, hogy van-e már szabad, van-e még szabad időpont, és akkor ugyanígy igaz ez a fotósra is. Nos, hát akkor vegyük mondjuk azt az állapotot, hogy már ugye találkoztál, vagy legalábbis telefonon beszéltél az ifjú párral, és akkor innentől kezdve van egy pár hónap arra, hogy kialakítsátok a koncepciót. Gondolom, hogy ahány pár, annyi szokás, annyi elképzelés, és aztán persze látva a más párok esküvői albumait, vagy fotóit, ugye most már a közösségi oldalakon, Pinteresten, Facebookon, mindenhol fotók tömkelege, vagy akár ilyen albumokba is belepillanthatunk, akkor körvonalazódik, hogy ki mit szeretne. Bocsánat, de majmolják egymást az ifjú párok? Vagy mindenki próbál nagyon eredeti lenni? Hát inkább azt mondanám, hogy inspirálódnak azért nagyon sok helyről, ami egyébként nem baj, mert így egyre igényesebbek ők is, és egyre igényesebbek az elvárások. Így ez a szakmát is arra inspirálja, hogy egyre jobbak legyünk, egyre szebb dolgokat csináljunk. Úgyhogy szerintem ez egy jó tendencia, és igen, ennek örülünk mi is. Pár évvel ezelőtt volt egy Trash the Dress című, nem is tudom, őrület, ami ugye azt jelentett, igen, hogy össze kellett koszolni a mennyasszonyi ruhát, valamilyen extrém helyszínen történt a fotózás. Ez még mindig dívik, vagy már leáldozóban van ez a trend? Igazából ez már egy pár éves dolog, azért ez most már lecsengett. Most már inkább elmozdultunk, én azt gondolom, hogy a természetesebb dolgok felé. Tehát inkább én legalábbis azt szoktam a párjaimnak javasolni, hogy ezeket a külsőségeket inkább hagyjuk, és próbáljanak meg egymásra koncentrálni, és így lesznek romantikus képeik, és olyanok, amik hozzájuk illenek. Tulajdonképpen akkor én úgy gondolom, hogy te tényleg megpróbálod elkapni azt a pillanatot, ami valami különleges, meghitt, belsőséges érzést, magát ugye a szerelmet szimbolizálja, tehát nagyon-nagyon résen kell lenni, és persze hát vannak olyanok, akik gondolom, hogy azért kicsit szégyenlősek, vagy visszafogottabbak. Hogyan lehet oldani az ifjú párokat? Természetesen, hát legtöbben úgy jönnek oda hozzám, hogy ők utálják, hogyha fotózzák őket, nem jól néznek ki, stb. Úgyhogy általában nem modelleket fotózok, ez így van. Viszont azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy szimpátia a fotós és a pár között, és ez nagyon sok mindenen tud segíteni. Ez, ugye én igyekeztem úgy kialakítani a weblapomat, a bemutatkozásomat is, hogy a párok, akik ezt olvassák, ők már egyből ezt le tudják szűrni, hogy én mennyire vagyok nekik szimpatikus, mennyire vagyunk kompatibilisek egymással, és akkor így sokkal könnyebben át tudnak ezen zökkenni. Ez egy időigényes munka, azért valljuk be, hiszen legtöbbször nem stúdióban, nem otthon, hanem különleges helyszíneken készülnek a fotók. Nagyjából egy ilyen tényleg gyönyörű sorozathoz mennyi időre van szükség? Egy ülésben, vagy egy találkozásban készülnek, vagy esetleg többször is nekifutottok? Most már az a tendencia, hogy a kreatív fotózás, ugye, ami a beállított képeket jelenti, tehát amikor kimegyünk hárman, és akkor ugye csak az ifjú párról készülnek a képek, azt most már vagy az esküvő előtt, vagy az esküvő után készítjük el egy külön napon. Ez több szempontból is sokkal jobb, mint ugye az esküvő napján ezt megoldani, mert ott nagyon kell sietnünk, ugye esetleg a fotózás során összekoszolják a ruhát, ez stresszeli őket, hogy időben visszaérjünk, és ugye ez meglátszik azért a képeken is, illetve hát azért, ami a számomra ugye a legfontosabb, ugye a fényviszonyok, hogyha az esküvő napjára tesszük ezt a fotózást, akkor általában pont a déli időszak, amikor ezt meg tudjuk ejteni, és az nekünk a lehető legrosszabb. Ugye, hogyha kapunk egy tűzőfényt, az elég csúnyán tud mutatni, úgyhogy én mindig azt szoktam mondani a párjaimnak, hogy a késő délutáni órák, a naplemente előtti időszak, ami a legideálisabb.
Ez tehát a kreatív fotózás, amikor tényleg az ember fantáziája szárnyalhat, és mindenféle különleges helyszínen és különleges atmoszférájú képek születnek. És persze ott vannak ugye magán a ceremónián készült fotók is, ahol már nem csak az ifjú pár, hanem az örömszülők és az egész nász nép is tulajdonképpen megjelenik, és úgy látom azért a képekben, hogy itt is ott van valami különlegesség, akár beállításban, akár az ellesett pillanatokban, akár a színekben, tehát ugye nem a hagyományos fotózásnak vagy a híve, ez ebből is látszik. Pontosan, köszönöm ezt az észrevételt. Igyekszem azért ott is, bár ott azért megvan a kerete a dolgoknak, tehát ott már nem én irányítok, viszont ott inkább a háttérbe húzódva igyekszem elkapni ezeket a pillanatokat, és próbálok belevinni valami különlegességet mindig. Úgyhogy körülbelül hány kép készül mondjuk egy éjszaka során, vagy egy ceremónia során, ugye valamíg már elkezdődik délután kettőkor, és esetleg még hajnalban is ott van a fotós? Így van, hát előfordul, hogy még korábban kezdjük, ugye én általában már a készülődést is meg szoktam örökíteni, ahogy a könyvekben is itt láthattad. Onnan kezdjük a napot, készülődős képek, hogyha megvannak, akkor utána általában hajnal egyik, hajnal kettőig egészen ott vagyok. Egy ilyen teljes anyag, azt mondom, amit át szoktam adni, tehát nyilván azért több kép készül, de én egy olyan 6-700 képet szoktam átadni, ami teljesen kiválogatott és teljesen retusált, elkészített anyag. És gondolom, hogy mindig nagyon nagy örömmel fogadják. Vannak egyébként kritikus mennyasszörnyek, akiknek semmi nem elég jó, illetve mondjuk nagyon negatívan reagálnak, vagy azért téged elkerülnek ezek a lányok? Nyilván belefut ilyenbe az ember, tehát azért ez elkerülhetetlen. Talán egy-kettő ilyen szokott lenni nekem egy szezonban, viszont szerencsére nagyon jó fejpárjaim vannak. Nagyon megnézik azt, hogy én hogy dolgozom, és csak utána foglalnak le, tehát általában nem éri őket meglepetés. Általában azt gondolom, hogy egyfajta színvonalat tudok hozni, és ez ennek így általában szoktak örülni, amikor megkapják a képeket. Kedves Tamás, hát gondolom, hogy rengeteg emberrel találkozol, amikor ki akarod pihenni ezt a sok-sok interakciót, akkor merre fordítod az objektívedet, mit fotózol legszívesebben? Hát általában arra fordítom, ahol kevesebb ember van egy picit, mert hogy azért egy ilyen eskü az nagyon le tudja szívni az ember energiáját. Bár tényleg a jó fejpárok azok mindig visszatöltenek, és az mindig egy jó érzés, de hogyha picit meg akarok nyugodni, vagy vissza akarok rázkódni így a hétköznapokba, akkor általában természetfotózás, amit szeretek művelni. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és köszönjük a szép képeket is. Kedves nézők, ahhoz, hogy ilyen csodaszép fotók készülhessenek, persze elengedhetetlen a tökéletes ruha is, amire azt hiszem igazán nagy figyelmet szoktak fordítani a mennyasszonyok, úgyhogy a következő percekben megnézzük, hogy a 2019-es esztendőben mik a legszebb ruhaköltemények. Azt hiszem, hogy Mona Lisa is mosolyogna, hogyha ilyen gyönyörű szép ruhái lennének. Minden esetre Seres Mónika Mona Lisa és Kövei Ruha szalon tulajdonosa hozta ezeket az álom szép ruhákat. Szia Mónika! Körülbelül egy évet találkoztunk, és életmódváltásodnak köszönhetően teljesen új testben és csillogó lélekkel érkeztél ma hozzánk. És emlékszem rá, hogy a vőlegényekről és az ő öltözetükről nem nagyon tudtunk beszélni, mert ugye ezek az álom szép ruhák elhomályosítják a
vőlegények ruháit, úgyhogy most kezdjük akkor velük, ugye? Rendben. Ez tényleg így van, hogy elég, ha szép a mennyasszony, és akkor már ilyen futottak még kategóriában is jó a vőlegény, vagy azért egy igazán szép esküvőn tényleg fontos az, hogy miben feszít az ifjú férj? Hát ez teljesen természetes, hiszen leendő házaspárokról beszélünk, tehát ez egy mennyasszony és egy vőlegény. Természetesen mindig a mennyasszony körül forog a világ, mert hiszen a lányok, a mennyasszonyok már kicsikorukban is ugye erre készülnek, hogy majd a hapos-papos, a mennyasszonyi ruha és csillogó szemmel nézik a mennyasszonyokat, de aztán a vőlegények mindig egy kicsit háttérbe szorultak korábban. 2 éve nyitottuk a vőlegény szalonunkat, és igyekszünk ezt egy kicsit megváltoztatni, ezt az arculatot, hogy a vőlegény ugyanolyan egyenrangú, egy leendő esküvő köttetésekor, mint a mennyasszony, és ezt ruhába is mutassuk meg, egy egészen más arculatú öltönyöket és öltözéket hoztunk be Nyíregyházára. Magyarország egyetlen vőlegény szalonjaként működünk, és itt a brokáttól kezdve kifejezetten ugye a modern férfi alkatra, de ez nem azt jelenti, hogy a pocakosok nem találnak nálunk. Ő rájuk is nagyon csinosan szabaszlim öltönyöket tudunk adni, de itt a brokát öltönytől kezdve a 100% gyapjú és mindegyik öltöny gyapjú tartalmú, de kevert szálas is. Küllemében ugye alapjellemzője a kravát, a sál, a mellény, amitől egy vőlegény öltözék lesz. A zakónak a szabása az lehet nagyon-nagyon eltérő. Azt hiszük, hogy egy férfi csak egyféleképpen lehet tematikusan, őket nem lehet annyira díszítgetni, de lehet nagyon apró, finom részletekkel, egy gyönyörű manzsetta gombbal, egy szép automata övvel, egy lakbőrcipővel, vagy például maga az öltöny anyaga az, ami rettenetesen fontos. Nagyon sok öltönynél ugye a kravát vagy sál, ez előre összeállított nyakkendők, amelyeket csak hátul be kell csatolni, és hozzájár egy díszsebkendő. Én el tudom képzelni, hogy egyébként maguk a vőlegények is megdöbbennek, amikor látják magukat a tükörben, mert hogy tényleg lehet, hogy ez a sztereotípia a férfiakban is él, főleg azért valljuk be, nem mindenki visel öltönyt, lehet, hogy mondjuk utoljára az érettségén volt Igen. rajtuk mondjuk egy öltöny, és azt az ugye bizony egy kicsit változtak a trendek. Azt szokták mondani, hogy az esküvő sikeréhez például, vagy a házasság, nem is tudom, fenntarthatóságához fontos az, hogy a mennyasszonyt ne lássa a vőlegény csak ott az esküvőn. De hát úgy gondolom, hogy azért, hogy nagyjából összeillő pár legyenek, azért nem árt, hogyha tudják, hogy mit visel az egyik őjük és a másik. Hogy látod, van ebben már konszenzus? Egyáltalán foglalkoznak ezzel a babonával, vagy tényleg úgy jönnek, hogy egységes legyen a viseletük. Foglalkoznak ezzel a babonával, többségében nem szeretnék megmutatni, sőt, az esküvő napjáig nem szeretnék, hogy lássa a vőlegény. Ezért van például hozzákapcsolódva a fotószakmabeli úriemberhez, hogy utófotózás van, mert kifejezetten szeretné a mennyasszony, hogyha nem látná a vőlegény a szertartás előtt, és ezért csinálják az utófotózást. Viszont nagyon érdekes dolog, hogy a mennyasszonyok ragaszkodnak, hogy a vőlegény ne lássa őket, viszont a mennyasszony ragaszkodik, hogy ő lássa a vőlegényt. És megkörnyékeznek, hogy légy szíves, mondd már meg, hogy miben lesz, vagy pedig... Nem, hanem külön időpontot, amikor megvan a mennyasszonyi ruha, mert a mennyasszonyi ruha színére, stílusára, tematikájára épül rá a vőlegény ruházat, például a vőlegény ruházatnak az összeállítása, például inkszíne, mellényszíne, mintázata, hangulata az öltönynek, és viszont itt a mennyasszonyok ragaszkodnak, hogy ők ott legyenek a próbánál, külön időpontot egyeztetünk. Már ott irányítani akarnak a De csajok, De nagyon ugye? Aranyosak, annyira cukik, mikor a mennyasszony elsírja magát, mikor a vőlegényt felöltöztetjük, és mikor minden szépen cipő, minden a helyén van, és megkönnyezik a mennyasszonyok a vőlegényeket. És azt látni például, soha nem gondoltam. De nem szogorúságuk masírnak, hogy úristen. Nem, hát a szerelemtől, hát mitől mástól. Meg az, hogy így látják a párjukat, ugye nem póló, nem hétköznapiink. Hát ez egy nagyon komoly öltözék, egy vőlegény öltözék. Itt pont azért ilyen elegánsan még soha nem látták szerintem a párjukat, mint egy ilyen teljes vőlegényi szedben, sziluettben. Nos, hát szerintem Mónika, most meg el fog fogyni az időnk, és a lányokról nem tudunk beszélni.
illetve a mennyasszonyi ruhákról, és hát itt is ugye mindig vannak trendek, valaki ragaszkodik bizonyos formákhoz, elképzelésekhez, anyagokhoz. Tudsz valamit mondani? Azért ebben az évben vannak különleges stílusok, szabásvonalak, anyagok, amit hoztál, vagy hoztatok, ugye mind a kettő egy-egy ilyen csipke álomcsoda. Gondolom, hogy ugyanilyen gyönyörű ruhák vannak a szalonotokban. Persze, természetesen. Most ugye ez a jéghegy csúcsának a csúcsa, amit kihoztunk. Ami most nagyon sokat változott a 19-es szezonra, nagyon szeretik most az alsószoknya nélküli csipke ruhákat mindenféle formában. Éppen most egy hosszú ujjú ruhát hoztunk ki, ami hátul mélyen dekoltált, és olyan a hát kiképzése, mintha a mennyasszonynak a háta be lenne hennázva, vagy hennával szépen ki lenne díszítve, mert egy nút színű tűrre teszik rá a csipkét, ami a testbőrnek a színét vel azonos, és a csipke úgy mutat rajta, mint aki lenne festve. De természetesen nem kell elfelejtkezni az alsószoknyás ruhákról. Egy picit a nagyon nagy hercegnő ruhák kicsit háttérbe vonultak, de soha nem lesz olyan szezon, amikor hercegnős ruhákat nem kölcsönöznek. Ez lehet ugye ávonalú, mint ami most itt van. Lehet ez a gyönyörű nagy bolszkört, ez a labdaszoknya forma, és hát nagyon kíváncsi vagyok, mert én egy hét múlva utazom először, most Cambridge-be kezdünk, a 2020-as szezon ruháit már fogjuk válogatni, és hát ilyenkor nagyon-nagyon izgulok, én mindig átélem, hogy a mennyasszony mikor megtalálja a mennyasszonyi ruháját, az milyen érzés, mert ezek előtt, a divatbemutatók előtt ugyanúgy izgulok én is, mint ahogy ők eljönnek mennyasszonyi ruhát választani. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a következő év trendjébe a tervezők milyen újdonságokat csempésznek be. Mindig tele van újdonsággal, és mindig remegő kézzel és izzadó tenyérrel kezdem a bemutatókat. Úgyhogy, hát akkor szerintem ennyi. A nyár közepén már el tudod mondani azt is, hogy mi lesz a jövő év trendje. Minden esetre szerintem most is találnak gyönyörű darabokat nálatok. Hát köszönjük szépen, hogy én is köszönöm szépen. Eljöttetek, és a kedves nézőknek pedig azt tudom javasolni, hogy talán még egy pár másodperc erejéig gyönyörködjenek ezekben a csodálatos ruhakölteményekben, és utána hamarosan visszakanyarodunk ismét egy kicsit a vendégek kényeztetéséhez, méghozzá rettenetesen finom, legalábbis reméljük, esküvői tortákkal és sütikkel. Bizony így az adás vége felé, szerintem minden néző úgy van vele, hogy lehet, hogy már megéhezett, és lehet, hogy a televíziós műsorvezetők élete is elég nehéz, mert mostanában mindig kóstolgatunk, úgyhogy hát a diétának befellegzett. Marton Béla a vendégünk, a Gyöngyösi Cukrászda tulajdonosa. Hát azt hiszem, hogy egy igazi esküvői lakoma egyáltalán nem a diétázásról szól. Teljesen egyetértek ebben ezzel. Egyszer azt számolgattuk, hogy egy-egy ilyen esküvőn, hogyha az ember végigeszi a menüt, akkor hány ezer kalóriát lehet elfogyasztani? Szerintem 10 000-et simán, hogyha még a sütiket is beleszámoljuk. Az egyik cimborámmal ezt megpróbáltuk, és ilyen 12 000-nél hagyjuk abba a számolást. Teljesen semmi értelme. Így, hát, és akkor ugye igen. Még a feleseket az ember nem is vette hozzá. Kedves Béla, hát gyönyörű tortákkal érkeztél. Köszönöm. Én le fogom tesztelni. A tortában nem harapok bele, viszont ezeket az apróbb sütiket, kis muffinokat és kis kosárkákból egyet azért mindenképpen. Hát
ugyanolyan fontos dolog azt hiszem, hogy milyen a torta, mint az összes többi, mert hát nagyon kíváncsiak a vendégek, és bármennyit is egyenek, az esküvői tortából ugye mindenképpen illik enni. Mesélj nekünk, milyen extrém kívánságokkal jönnek a kedves házasulandók, vagy egyáltalán milyen torta divatról tudsz beszámolni? Hát most szerintem jelenleg rengeteg trend van. Tehát azért is hoztunk többféle esküvői tortát, ugyanis ugyanúgy megtalálhatók a hagyományos arany és fehér kompozíciók. Nagyon, nagyon szeretik a fiatalok, nagy esküvőkre leginkább ez a típus megy. Viszont az extravagáns torták, mint például ez egy, ha jól látom, hatszögletű az alja, és utána jön rá a két emelet. Ez is divat most már, tehát sikkes lett a fiatalabb társaságokban ilyen tortával megjelenni. Én nagyon örülök neki egyébként, mert ez sokkal nagyobb kihívás, mint egy hagyományos torta, meg kicsit felfrissíti ezt a szakmát, jót is tesz neki. Hát extravagáns kérések pedig nem, egyszerűen olyan sok van, hogy nem jut hirtelen egy eszembe, amilyen nagyon-nagyon extra volt, de talán az egyik, ahol egy fekete burkolatú tortát kért a kedves vendég, de az annyira szomorú volt, hogy inkább lebeszéltük róla, mert egyszerűen képtelenek voltunk jó szívvel kiadni, de sikerült meggyőzni, és egy sötét barna tónusú tortát kapott, illetve a forma volt már háromszögön hatszög, és azon volt egy kocka. Egy csoda volt megépíteni, mert a fizikának teljesen ellentmond, de nagy nehezen sikerült. Szállítani nagyon nehéz volt, de nagyon örült az ifjú pár. Ami az érdekesebben, hogy most már nagyon tudatosak a vásárlók. Tehát ugye az online térben elég otthonosan mozognak most már a fiatalok. Pontosan tudják, mit akarnak, és hogy akarják. És nem nagyon szeretnek kompromisszumot kötni, egyébként nem is kell, mert meg lehet oldani. Néha-néha egy-egy apróságot engednek, de hál' Istennek tudják, mit akarnak, úgyhogy ennek mi nagyon örülünk egyébként. Ez egyrészt azt gondolom, hogy könnyebbé is teszi a munkátokat, másrészt nehezebbé is, mert hogy van egy vizualizált vágyálom, vagy egy, nem tudom, tényleg az online térből kivadászott alkotás, és ugye egy ugyanolyat szeretnének látni. Én emlékszem azért egy ilyen 20 évvel ezelőtt, ugye mindig ott pózolt a mennyasszony vőlegény a torta tetején, és aztán kicsit ilyen kannibalizmusnak tűnt, amikor igen, valaki leharapta a fejüket. Hát ma már ez nem annyira jellemző, ellenben akár a élő virágdísz és különböző más díszítések is. Emlékszem, hogy valamelyik csatornán ugye egy talán Amerikában élő nagy cukrász torta király óriási tortáit láttuk, és valóban a szállítás ez egy nagyon-nagyon nehéz része a történetnek. Ezt hogy oldjátok meg? Hát hűtőautó, nagyon komoly kitámasztás volt, hogy beült egy ember és tartotta, még mentünk 60 kilométert a tortával. A hűtőkocsiban? A hűtőkocsiban. Ez kemény munka. Eszméletlenül féltünk, hogy elborul. Olyan, mint egy rózsa úgy nézett ki a torta, tehát mindenütt apró torták voltak körülrakva, és egy lábon állt, úgyhogy rettenetesen féltünk, hogy elborul. Sajnos ez ezzel jár, viszont van benne kihívás, tehát ha mindig ugyanolyat csinálnánk, akkor egy idő után azért ezzel fásítaná a csapatot, és én nagyon örülök neki, hogy mindig van új dolog, amivel rávethetik magukat, vagy rávethetjük magunkat, mint feladatra. Ugye sajnos nagyon sok az allergiás, és gondolom, hogy a násznép között igen, is előfordul. Általában a tortát azt már ilyen módon kell készíteni, vagy inkább az apró süteményekben gondolkodtok, vagy gondoltok azokra az emberkékre, akik mondjuk vagy gluténre, vagy tejre, vagy bármire érzékenyek? Most már mind a kettő divat, és ez nagy, tehát én a tavalyi szezonban, ha jól emlékszem, minden második esküvői tortában volt vagy laktóz, vagy glutén, vagy tojásért. Tehát minden egyes, vagy minden második tortában volt ilyen érzékenység. Meg lehet csinálni, meg is kell csinálni, ugyanis ez most már egy nép probléma szerintem, és muszáj alkalmazkodnunk hozzá. Mellette az apró sütik, meg abban is úgy próbálunk igazodni, hogy van olyan, ami a nem beteg emberek számára, és van olyan, ami az esetleg érzékeny emberek számára is kielégítő lesz. Egyébként mit javasolsz a pároknak? Menjenek be, kóstolgassanak is, akár annak ellenére, hogy van egy elképzelésük, mert ugye azért az elképzelés inkább talán a látványnak így szól, van. Az ízvilág viszont egy másik történet, és nem elég, ha csak szép az a torta, mert azért elsődleges célja az, hogy elfogyasszák. Ez teljesen így történik. Én, amikor beérkezik az ifjú pár, vagy a mennyasszony és vőlegény, akkor szépen sorjában végig kell kóstolniuk, hogy mit szeretnének.
csak így működik, ugyanis azért ha belegondolunk, hogy lemegy egy hatalmas vacsora, hogy az emberek telítődnek, netán még fogyasztanak mellé egy kis alkoholt is. Éjfélre vagy 11-re, bár úgy látom, hogy most már ilyen 11-12 körül megszeretik vágni a tortát, nehéz ízeket, mert nem biztos, hogy be tud fogadni valaki. Uh-huh. Tehát inkább én azt szoktam javasolni, hogy kóstolják meg a nehéz ízt, és képzeljék azt, hogy egy komoly vacsora után még ebben meg kell lenni egy szeletet. Na most ezt nem azért vettem Bélám a kezembe, hogy az egészet itt elfogyasszam, csak itt egy picit igen? Megpróbálom megmutatni a kameráknak, különböző színek, gondolom, hogy töltelékében is más-más íz, igen. Tehát amiről beszéltél itt a gyümölcsös, lájmos, citromos, ezek a kis könnyedebb nyári finomságok. Melyiket javaslod nekem megkóstolásra, mert csak egyet fogok megkóstolni, mert különben meglincselnek a kollégáim, mert akkor nem jut neki. Hát a hölgyek kedvence nálunk a lájmos. Uh-huh. A fiúké, a férfiaké pedig az a nagyon sötét színű trüffel, gránátalmával a tetején. Tényleg? Igen. Én pedig azzal szemeztem, úgyhogy ezt el fogom dönteni. Nagyon szépen köszönjük ezt a finom kis beszélgetést. A kedves nézőinknek pedig hát sajnos azt tudom mondani, hogy csak néhány fontos témát volt időm körbejárni a mai víkendben. Nem beszéltünk még a dekorációról, a meghívóról, a csokorról, és bizony a többi esküvői egészítőről, de ígérem, hogy folytatjuk még a sort, nem a jövő héten, akkor a más témákat tartogatunk. Tartsanak velünk mindenképpen akkor is, addig is kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!